korrigálás, gyorsan. Bírnám folytatni ezt a denevér filmet. Én tudnám. Megint van a jó cím a számon. Sötét lovag, visszatér Gothambe rendet tenni. A 9. kerületben járunk. Úgy hírlik, esténként egy titokzatos denevérruhás figura rója az utcákat, a polgárok biztonságára vigyáz. Sikerült kinyomoznunk, hogy civilben ki is ez a rejtélyes igazságosztó. Krisztián jelmezben fogadott minket. Hát osztok! Ide be vagyok, igen már. Hát jó, ha akarja, feljöttek. Jó, jó, szuper. Jöjjenek. Nem a legjobbkor érkeztünk, a fiú zaklatottságának oka a szomszédok rossz magaviselete. A szomszédok azt szokták neked mondani, hogy fia vagy? Igen, igen, nagyon csúnyák ám. És akkor mit mondasz erre? Hát hogyan okos... Hogyan védekezem? Hát okos egészen már szemben. Ott van a kapva ajtóval, csak most nincs itthon a baj, de másik ajtónál. A mi denevéremberünk egy szobakonyhás lakásban él anyukájával. Kértek kinni valamit? Én meg vagyok, köszönöm szépen. Én oké vagyok, köszönjük. Oké. Krisztián főhadiszállása a galérián található, ami zsúfolásig pakolva játékokkal. Egy óra való képregényhősnek minimum egy fő ellensége van, a 36 éves fiúnak kettő is akad. Szerinte a környék teli drogosokkal, akiket legszívesebben kórházba küldene. Gyűlölöd a drogosokat? Hát nagyon, mert ők is buták, hogy rászoknak, mert sőt, mert ők rászoknak, a környezetet is szennyezik vele együtt. A természetet, a többi embert, aki egészséges, rossz hatás van a jó emberekre. Te soha nem próbálták is semmilyen drogot? Isten ments, jó. Akkor már nem élnék. Következő ellenlábasai a migránsok. De hol hallottál először a migránsokról? Ez a Magyar Egy csatornán, a Magyar Egyen. Ott hallottad, hogy a migránsok rosszak? Hát igen, nem tudok viselkedni. Ez a Batman például, aki előfognak a bűnözők, olyan jó tevők. Szerintem még szép a jó tevő, tesó. Rossz előérzetem van. Mi az, babonás vagy? Nagyobb esélye nyersz a lottom, mint hogy összefuss vele. Pedig összefog. 36 évesen most találtad meg igazából legjobban önmagad? Hát kezdem érezni. Milyen Batman anyukájának lenni? Hát nagyon furcsa. Is. Tudnélik, az emberek még nem eléggé felvilágosultak az ilyen jelenségekhez, úgy, ahogy a másságot se tudják még mindig elfogadni, úgy, ahogy elvárható lenne, hogy nem mindenki egyforma. Anyukájától megtudtuk, hogy Krisztián hiperaktív és hiány van a realitás érzéknek. Volt valaha ilyen civil munkán? Volt hát. Mit dolgoztál? Volt a nyomdában. Nyomdában csak, hogy most ízik. Volt a csipeszes üzembe. Akkor volt a... Engem kérdeztek. Igen, de én tudom, miről van szó. Azért a Batman és a Batman anyukája közötti civakodás nagyon hasonlít a Batman és Alfred közötti szócsatákra. Ez hasonló, igen. Szócsata az van minden nap. Jaja. Nagy kár, hogy csak egy van belőled. Pedig nem. Mi ez? Apukája már gyerekkorában elhagyta. A fiú egyszer vette a bátorságot, és meglátogatta őt. Egyszer elmentem személyesen a lakására. Nem előtte annyi... még volt más. Tudod, hogy már el. A lényeget akarom mondani. De nem a lényeget. De. De majd azért régebben mentem hozzá ki a lakásra. Nem, hogy nem engedett be hozzá a kapu, meg egy pár vizet sem kaptam. Haragszol édesapádra? Hát nagyon. A denevérruha viselete előtt nem igazán álltak szóba vele, viszont a kosztümnek köszönhetően egyre több barátra lelt. Azelőtt, mielőtt nem ortad a jelmet, sokkal nehezebben tudtál az emberekhez közelebb kerülni? Igen, nagyon láttam rajtuk azt a negatív hullámot, és ettől heroltom van. Akkor igazából ezzel a jelmezzel nem csak, hogy itt a környéken mindenkinek, vagy előre szaladok az egész országnak segítesz, hanem legfőképpen magadon is segítesz, ugye? Igen. A legkedvesebb film jelenetében Batman a tetőn áll, és vigyázó szemét a városra veti. Krisztián leghőbb vágya, hogy egyszer ő is hősként pózolhasson a magasban. Segítünk neki ebben. Felvittük egy kollégánkhoz, aki tetőkijárású lakásban él. Ez a kedvenc jelentetem a Batman filmben, amikor a tetőn áll Batman. Köszönöm, hogy a fiúkot felhozhatok a tetőre.